drámai módon olvad az északi sark és a jeges tenger jégtakarója. Röviden így lehetne összefoglalni az eddigi leghosszabb északi sarki expedíció tapasztalatait. A Polarstern kutatóhajó hétfőn ért vissza a németországi Bremerhaven kikötőjébe, miután 389 napig vizsgálták a sarkvidéken a globális felmelegedés nyomait. Az elmúlt egy évben a megvalósítható kutatások lehetséges határait jelentősen kitoltuk. Több csúcsot döntöttünk a sarkori kutatások területén. A mostani út újra definiálta az északi sarki kutatások lényegét. Ez egy áttörés. Nyugodtan fogalmazhatók úgy, hogy ez egy történelmi mérföldkő. Elképesztő mennyiségű adattal és mintával tértünk vissza. Az expedíció tagjai, akik hónapokat töltöttek totális sötétségben, gyakran mínusz 30 fokos hidegben, annyit elárultak, néhány évtized múlva a nyarak már jégmentesek lesznek a sarkörön is. Nagyon örülök, hogy a Polarstern visszatért, és nagyon várom a tapasztalataik publikálását. Örülök annak, hogy itt, Bremerhavenben ilyen nagyszerű kutatóintézetünk van. Azért jöttünk üdvözölni az expedíciót, mert a kezdetektől figyelemmel kísértük a munkájukat. Ilyen kutatási munka nem minden nap történik. A Mosaik expedíció sarköri kísérleteit egy amerikai műholdas rendszer segítette. Ennek adatai szerint ha a jeges tenger jégtakarója idén nyáron volt a legvékonyabb 2012 óta.